Elköszönt Gulyás Zsolt plébános karcaktól, lakhatatlanná vált a házuk a viharban, növekvőben a parlagfű pollen koncentrációja, rekordméretű dinnye termett fegyver nekem. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 23-án 18 óra 5 perckor. Nemrégiben került sor Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos, a Györf István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda lelki vezetőjének a városunkban 13 évet eltöltött egyházi szolgálatát lezáró ünnepi miséjére. Karcagon 2010. augusztus 29-én iktatták be Gulyás Zsolt plébánost, érseki tanácsost, aki időközben a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda lelki vezetője lett. Tartalmas 13 évet töltött el városunkban, amelyekhez nem csak a különböző területeken végzett fejlesztései és beruházásai voltak köthetőek, hanem a közösségépítésben végzett szerepe is kiemelkedő volt. Zsolt atya búcsú miséjére a Szent István Római Katolikus templomban került sor. A Szent Mise elején Zsolt atya felidézte a kezdeteket, az elmúlt évek történéseit, a legfontosabb pillanatokat. Emlékszem, amikor idejöttem, már eltelt egy jó pár hónap, és úgy sokféle kérdőjel volt a szívemben. Valóban itt a helyem, elkeseredtem, sokféle nehézséget éltem meg, és akkor fölnyitottam a Szentírást, Uram, mi az, amit mondasz nekem? És akkor éppen arra a helyre akadt az ujjam, ahol szó szerint ez állt, Isten mondja, örülök, hogy itt vagy. És akkor számomra az volt, hogy ha az Isten örül nekem, akkor a többi már lényegtelen dolog. Ez számít, hogy ő örül nekem, hogy itt vagyok. Aztán akartam megszeretni a karcagiakat. Akartam itt jól érezni magam. És igyekeztem is mindent megtenni azért, hogy legyen olyan szerető közösségek, amit a magaménak érzek, és ahol én magam is jól érzem. Akkor, amikor a beiktatásom volt, talán van, aki még emlékszik rá, 2010. augusztus 29-én volt a születésnapomnak az előestéjén, és akkor talán vidáman, kicsit humorosan a következőt mondtam, hogy hát valójában most én itt kaptam egy csomó apát, anyát, testvért, mert ugye az Úr Jézus mondja, hogy aki én értem elhagyja apját, anyját, testvérét, az százannyit kap. És hogy valóban az volt a célom, hogy családegyházat építsek, és hogy a plébánia ne csak egy épület legyen, hanem az egyházközségnek az otthona. És hálát adok a Jóistennek azért, hogy bizony volt olyan hét, ahol több mint 100 ember fordult meg a plébánián a különböző közösségek kapcsán. Beszélt a hívekkel eltöltött közös időről, azokról az élményekről, amelyek a jelenlévők életében emlékként örökre megmaradnak. Hála van a szívemben, hogy valóban 100-annyit kaptam, hogy a Jóisten kárpótolt, hogy több helyen családtagként érezhettem magam, hogy családok bizalmába fogadtak, és éreztették velem azt, hogy fontos vagyok számukra. Köszönöm ezeket a bizalmakat. Akkor, amikor egy pár évvel ezelőtt Kelep Pál atya a gyimánt miséjét mutatta be, Karcagról elszármazott pécsi plébános, nyugalmazott plébános, amikor prédikált, akkor arra hívta fel az ittenieknek a figyelmét, hogy kedves testvérek, vegyétek észre, hogy mennyi csoda történt itt Karcagon. Nem csoda, hogy idejöttek, nem tudom én hány év után, a marista szerzetesek. Hogy itt van egy egyháziskola, a marista iskola. Majd 2015-ben pedig a Györfi István, akkor tagiskola, a katolikus egyház fenntartásába került. És valóban,
ha végig gondoljuk, annyi csoda történt itt ebben az egyházközségben, amire ha végignézek, akkor engem is úgy nem csak a csodálkozásra és az ámulatra késztet, hanem arra, hogy hálát adjak a Jóistennek, hogy Uram, ez mind a te műved volt. A mise folyamán imádságok, egyházi énekek, evangéliumok, apostoli levelek felolvasására került sor. A prédikációt követően az atya megköszönte a támogatást, azt a szeretetet, amely a nagykunságban meghatározta a mindennapjait. Külön kiemelte és köszönetét fejezte ki Karcagváros önkormányzatának a támogatásáért. A továbbiakban meghatódva beszélt azokról a családokról, hívőkről, egyéb közösségekről, akiknél családtagnak érezhette magát, akik a mindennapjaiba befogadták és számítottak rá. A mise utolsó részében búcsút vettek tőle az egyháztanács tagjai, a Szent Pál Marista általános iskola vezetői, a György István katolikus általános iskola és Szent Erzsébet óvoda vezetői, munkatársai, óvodásai, iskolásai, a szülői munkaközösség tagjai, a Máltai Szeretetszolgálat karcagi csoportja, a Városi Pedagógus Nyugdíjas Klub és az Ifjúsági Körösök. Karcagváros önkormányzata nevében Szepesi Tibor polgármester vett búcsút az atyától, valamint felolvasták Huba Imre, a Jászlányun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökének búcsúzó gondolatait is. A városvezető elmondta, ugyan a búcsú percei vannak most. Az, hogy ma ilyen sokan együtt vagyunk, az, hogy ilyen sokan eljöttek, pontosan mutatja azt a felelősségteljes, önzetlen, áldozatos munkát, melyet a település lakói, lelki, vallási, közösségi élete érdekében végeztél. 26 évvel ezelőtt a felszentelésedkor az egyháztól különleges feladatot és felhatalmazást kaptál. Az eltelt több mint negyed évszázad, melynek fele benne a karcagi 13 év, azt bizonyítja, hogy mind az elhívó Istenhez, mind az egyházhoz, mind a hivatalodhoz, szolgálatodhoz, mind településünkhöz, mind a rádruházott hatalomhoz is hűséges voltál. Karcagváros lakossága az egész közösség nevében szeretném megköszönni ezt a szolgálatot. Viszont mégse a szomorúság legyen a főszerep. Zsolt atya, a városunkba a közösségért tenni akaró emberként érkeztél, és Karcagon felelősségteljes, önzetlen, áldozatos munkát végeztél. Szolgálatodért kérjük, fogadd el tőlünk Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész alkotását, mondta a polgármester. A könnyes búcsú perceit követően a Szent Mise végén Zsolt atya egy-egy kézfogással, öleléssel búcsúzott a hívektől. A továbbiakban augusztus 1-től a Borsod megyei Encsen teljesít szolgálatot. Lakhatatlanná vált a házuk a viharban, segítséget kér a mezőtúri család. Viharkár következtében lakhatatlanná vált egy mezőtúri család otthona. Tévéztünk, itt volt velünk édesanyám, és akkor vettük észre, hogy folyamatosan kezd csöpögni a plafon, és így a különböző helyiségbe egymás után potyogott le a plafon. Kislányt menekítettük, mert attól félt, hogy rászakad a plafon. Most édesanyámhoz tudtunk elmenni, de a kislány folyamatosan azt hajtja, hogy ez az otthona is vissza szeretne jönni. Egy mezőtúri családháza viharkárt szenvedett, otthonuk lakhatatlanná vált. A szomorú eseményről a város polgármestere is beszámolt közösségi oldalán. Önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást biztosít részükre, ám a károk elhárítására további támogatásra van szükségük, írta Szűcs Dániel. Szívesen fogadnak anyagi vagy akár alapanyagbeli, így gipszkarton, kartonragasztó támogatást is. Tegnap este arra lettünk figyelmesek, hogy elkezd a mennyezet foltokba szakadozni lefele, és már csurgott is a víz. Na most ez folytatódott azzal, hogy nagyon megijedtünk, és elkezdtünk telefonálgatni, hogy gyorsan segítséget kérni, hogy minél hamarabb ki tudjuk pakolni a menthető dolgokat, ami még tényleg nagyon veszélyben van. Aztán az áramot is gyorsan kellett intézni, hogy nehogy felgyulladjon valami a házban. De ez a folyamat, ahogy mi intézkedtünk, folytatódott, és ugye továbbra is jelentkeztek a problémák, tovább szakadt a mennyezet, de hogyha megyünk beljebb a gyermek szobájába, akkor viszont itt már határozottan látszik, hogy
itt egy nagy darabba esett le, és még jó, hogy nem voltunk itt éppen abban az adott pillanatban. Kérem, hogy aki teheti, segítsen a bajba jutott családon, hívta fel a figyelmet a polgármester, aki a család elérhetőségeit is közzétette. A bajba jutott család bankszámlaszáma Makráné Tóth Nikoletta 1177-3456 kötőjel 41-04-83-79. A közleményben fontos feltüntetni az adományszót. A parlagfű pollen koncentrációja elérheti a tüneteket okozó közepes szintet, így a pollenre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére. Az allergiás tünetek erősségének mérséklésére javasolják, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelő orvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállításáért. A nyári szezon a vakáció mellett számos negatív meglepetést is tartogathat, ilyen az allergiás egyének számára a különböző növényi allergiáknak a megjelenése, és a veszedelmesebb tulajdonképpen, ami a legtöbb panaszt okozza és a legnagyobb embertömegeket érinti, ez a parlagfű allergia. Maga a parlagfű az Magyarországon tájidegennek számít, tehát 1920-as években egy behurcolt növényfajként jelent meg, de hát ahogy a gyomnövényekre általában jellemző, nagyon életképes, nagyon szapora, így nagyon nagy területeket beborított azóta az eltelt 100 esztendő alatt. A II. Világháború után kezdett olyan mennyiségben megjelenni a magyar területeken, hogy már ez allergiás tüneteket is okozott. Az így a pollenje az a legfőbb allergén, amely tehát ilyenkor gondokat jelenthet. A légutakon keresztül kerül be, ez azt jelenti, hogy az orrtünetek, illetve egyéb légúti tünetek, azok a kiemelkedőek, amelyek a betegek panaszait elsődlegesen okozzák, de a fogékonyaknál még a szemviszketés, illetve a szem könnyezése is előfordulhat, így a használható főbb gyógyszercsoportok a szisztémás antiallergiászerek, illetve a különböző szemészeti vagy olyan nazális készítmények, mint a különféle orrcseppek vagy orrsprék. Az NNK irányítása alá tartozó 20 állomásból álló aeróbiológiai hálózat pollen monitorozási adatai alapján a parlagfű tömeges pollenszúrása augusztus első napjaiban vette kezdetét. Ekkortól már országszerte tüneteket okozhat a virágpora. Akik komolyabb, vagy saját megítélésük szerint komolyabb tünetekkel kell, hogy éljenek, ők azért biztos, hogy már részt vettek allergiateszten, feltehetően vagy a házi orvosuk, vagy pedig allergológus segítségét már igénybe vették, és őnekik már gyakorlatilag felírásra kerültek azok a fontosabb készítmények, amelyekkel a tüneteiket enyhíteni tudják. Amennyiben új páciensekről van szó, mert mindenképpen figyelni kell a tüneteket. Itt a szem, az orr, illetve a légúti egyéb tünetek, tehát akár a szájpadlás viszketése, torokkaparás, köhögés, ez súlyos esetekben akár asztmás tünetekig, fulladásig, nehéz légzésig is elmehet, tehát mindenképpen azonosítani kell azt, hogy valamilyen fertőzés, vagy pedig allergia okozza a megjelenő tüneteket. A szezon erősségét nagyban befolyásolja az augusztusi és szeptemberi időjárás. A pollenterhelést a tartós, esős időszakok átmenetileg visszavethetik, de a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható. A parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzése idén is segíti az allergiásokat. Így könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre, azok kezelésére, illetve megtervezhetik utazásaikat. A kifejlett parlagfű terjedése ellen leghatékonyabban
felmagzás előtt bimbus vagy virágos állapotban végzett kaszálással lehet védekezni, ami a földhasználóknak jogszabályban előírt kötelezettsége. Hát a legfontosabb védekezésünk az, hogyha egyáltalán írtjuk magát a parlagfüvet, erre bárki különböző jó tanácsokat találhat akár az interneten is, de a legfontosabb vagy a leghasznosabb valóban gyökerestől kitépni a bajt, kitépni ezt az allergizáló növényt. Itt is ajánlatos gumikesztyűben végezni ezt a tevékenységet, hiszen a bőrön is ekcémaszerű tüneteket okozhat. A különböző leírásokban még amennyiben nagyobb területeket érint, akkor nyilván a kaszálás is szóba jöhet, vagy egyéb permetezőszereknek az alkalmazása, de ez ugye ez esetben különös körültekintés is szükséges lehet. Az allergiások, akiknél már azonosított, hogy parlagfű allergiában szenvednek, az ő esetükben a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan közli azokat a főbb tudnivalókat, egyáltalán a levegőben megjelenő pollen mennyiségét, amely alapján azért kalkulálni lehet a tünetek megjelenésére, illetve súlyosságára vonatkozóan, és olyan pollen térképek is forgalomban vannak, amely alapján pedig esetleg a Magyarország legpollen szennyezettebb, leginkább parlagfű szempontjából veszélyeztetett területeit is bemutatja időről időre frissítve. A lakosság által észlelt parlagfűves területek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vagy a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület oldalán keresztül könnyen bejelenthetőek. Nem biztos, hogy a méret a lényeg, de egy fegyverneki zöldséggyümölcs termesztő csodájára járnak. Huber István ültetvényéről ugyanis 20 kilós sárga bélű görögdinnyék kerülnek a vásárlókhoz. Komoly tömegű lédús zöldségről van szó, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben a dinnye a tökfélék családjába tartozik, ám a 20 kiló csak vármegyei csúcstartó. Ez is több mint 20 kiló. Egyáltalán nem számít ritkaságnak a 20 kilós vagy annál is nagyobb sárga bélű görögdinnye a fegyverneki határban. Huber István maga nemesítette több évig a gigadinnyét. Ezt a fajta dinnyét én nemesítettem ki több mint 25 év alatt. Az átlag súlya 20 kiló felett van. Tegnap vittünk be 30 kiló feletti súlyú dinnyét is. Az idén nagyon kedvezett az időjárás a dinnyének. Ezt a fajta dinnyét az unokámról neveztem el Szonya dinnyének. Hát egészben adtam már el belőle egy pár darabot, de hát ebből egy negyed dinnye is 5-6 kiló, inkább darabolva lefóliázzuk. A növénynemesítésnek volt egy gyakorlati szempontja is. A gömbölydett formájú dinnyéket nehéz volt pakolni, lévén formájuknál fogva azok össze-vissza gurultak a platón. Így lett az évek alatt egyre hosszúkásabb és egyre kevésbé gördülékeny a zöldség, amelyből eddig 28 kilós a legnagyobb. Nem is tudok szóhoz jutni. Még nem is láttam ekkora dinnyét. Az idei év végre kedvezett a dinnyének, bőven volt eső. Nagyra nőttek, még a fegyverneki határon kívül termesztett dinnyék is. Ilyen csengős hangjának kell lenni a jó dinnyének, ami így pufog, ennek megvan szakadva a közepe. Természetesen a piacokon is zöldelnek a dinnyehalmok. A görög szó nem a zöldség származására, hanem kerekded alakja miatt görgő-gördülő jellegére utalnak. Kétségkívül nyári szezonban az egyik legkedveltebb és legkeresettebb zöldség, és ez így is lesz még egy darabig, hiszen a szezon az első fagyok beálltáig tart. Elég sűrűn vásárolom a dinnyét, nagyon egyrészt ízletes, másrészt vannak jó beltartalmi értékei, meg folyadékpótlásnak is nagyon jó. A szezon 300 forintos kilónkénti árral indult. A termelők szerint lényegesen olcsóbb már nem is lesz. Kivéve a Huber-féle gigadinnyék. Ezek kicsivel drágábbak, mint a hagyományos méretű görögdinnyék. A fegyverneken termelt 20 kilós vagy annál is súlyosabb dinnyék messze földön egyedülállóak, ám meg sem közelítik az idei hazai rekordot. A Békés vármegyei Medgyesbodzáson egy nyugdíjas agrármérnök a fegyverneki termelőhöz hasonlóan saját nemesítésbe fogott évekkel ezelőtt. Ő idén már 60 kilós dinnyét is szüretelt.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!